Kassa Péter vagyok, az USK-ban működő Kócsár Péter Histórefő kutatócsoportnak a vezetője. A szakterületem alapvetően a neolatin irodalom, ezen belül is a latin nyelvű történeti művek, tehát a latin nyelvű historiográfia, és ennek kapcsán tartottam most előadást a Networkshopon egy kollégával. Ez egy olyan kéziratról szólt ez az előadás, amelyet egy Petnázi Gábor nevű kollégámmal fedeztünk föl 2020 nyarán Trentóban, az ottani érseki könyvtárban. Ez egy egészen hihetetlenül unikális felfedezésnek minősült. Giamichele Brutónak, Báthori István erdélyi fejedelem, később lengyel király, udvari történetírójának egy kéziratáról van szó. Két hatalmas kötetben őrződött meg ez a szöveg. Tudik-e Brutusról, hogy az, hogy ő Magyarország történetet írt Báthori megbízásából, azt régóta tudta a szakma és a szakirodalom. A 19. században kiadása is lett ennek a szövegnek, a Brutus szövegének, de akkor már csak két kéziratot ismert a tudomány, egyiket a Pesti Étvény Könyvtár őrzi, a másikat pedig a Bécsi Nemzeti Könyvtár, és mind a kettő nagyon erősen csonkult. A legérdekesebb részei a szövegnek azok már akkor hiányoztak, amit a Toldi kiadta. Úgy is lehet mondani, hogy a Brutus volt az egyik legnagyobb hiánya a 16. századi historiográfiának. Amiről tudjuk, hogy elkészült, tudjuk, hogy megírta, tudjuk, hogy fontos lenne, de nincs meg a szöveg teljes egészében. És 2020 nyarán tulajdonképpen véletlenszerű módon, de sikerült megtalálnunk Trentóban egy olyan kéziratot, ami lényegében a teljes szöveget tartalmazta. Ez egészen biztos, hogy radikálisan úgy is fogja rajzolni azt a szerepet, amit a Brutus és műve betöltött, vagy betölteni kellett volna neki a 16. századi magyarországi történetírásban, historiográfiában. Tehát azt kell elérnünk, hogy ez a 2000 oldalnyi kézirat, ez valahogy egyszer megközelíthető legyen, menedzselhető legyen, feldolgozható legyen. És ennek a kapcsán vettük fel a kapcsolatot a digitális filológia, a Digifil nevű munkacsoporttal, és dolgoztunk ki egy olyan együttműködést, aminek keretében jelentősen meg lehetett gyorsítani a kézirat átírását a mesterséges intelligencia alapú szoftver segítség, ezt a Transcribus nevű szoftvert használtuk. Ugye 2000 oldal átírása egy normál emberi körülmények között az minimum egy év. Most azt csináltuk, hogy hallgató bevonásával 200 oldalt átírtunk, és ez a szoftver, a Transcribus szoftver ez alapján megtanulta fölismerni ezt a kézírást, hiszen ez egy, a nagy szerencsénk az volt, ez egy egységes, egy kéz által írt szöveg, és a digifilesek erre fejlesztettek egy modellt ennek a 200 oldalnak az alapján. Ez egy ilyen többszörös tanulási folyamat volt a szoftveren belül, és amikor ez a modell elkészült, akkor gyakorlatilag rá lehetett engedni ezt a szövegfelismerő programot a digitális fotójának a kéziratnak, és hát ez 30 perc alatt beolvasta ezt a 2000 oldalt, 1,98%-os hiba határral. Tehát a jó hír az, hogy találtunk egy fantasztikus kéziratot, 2020-ban. A jó hír az, hogy olyan technológiai viszonyok között vagyunk, hogy ezt a kéziratot minden eddiginél gyorsabban lehet valamiképpen elérhetővé és feldolgozhatóvá tenni. De a terv az, hogy év végére, tehát 2022 végére egy digitális felületen a kézirat szövegét és az átírt szöveget közzétesszük. Kereshető lesz, digitálisan ellenőrizhető lesz, minden szempontból használható. A másik kivonása ennek a dolognak pedig az, hogy itt az USK-ban szerveződik egy olyan nagy kiállítás, kifejezetten a Brutus kézirata köré, ezt 2022-23 fordulóra tervezzük, ami bemutatná, hát alapvetően Brutus szerepét ebben a 16. századi historiográfiában, és összehozná azokat a nagyon komoly kéziratokat, amiket ebben az időszakban a magyar történelmi tárgyú, magyar történelmi jelleggel írtak, vagy a történelmi tárgyban írtak, Magyarországon, vagy az országhatárokon kívül egy olyan 30 és 40 közötti kéziratnak a bemutatását és kontextus behelyezését tervezzük. Ez egy olyan kiállítás, ami nem csak amiatt párát ritkító és igazából példátlan, mert hogy a két Brutus kötetet még tulajdonképpen az országban soha senki nem látta, de ilyen kéziratot, kézirat együttesen még soha sehol nem mutattak be.
ezen a következő időszaknak a feladata.